Köszöntöm a Kultúrszoba nézőit, Ragon Cserita vagyok. Nézzük, mit kínálunk a mai műsorban. Retro Majár és Szekszárdon színes programokkal és fellépőkkel várták az érdeklődőket. Tolna vármegyében találkoztak az ország bábos társulatai. Közel 300 nevezés érkezett határon innen és túlról a már hagyományos Fedorka sose volt versnapra. Május faállítás és népviseleti bemutató a Pátlika 20 rendezvénysorozat keretében. Újra a retro jegyében zajlott az idei Majár és Szekszárdon, ezúttal is sokan látogattak el a Prométheusz Parkba. A szervező Babits Mihály Kulturális Központ színes programokkal és fellépőkkel készült az érdeklődőknek. Mudi keverék vagyok, ami ugyan külsőmön annyira nem látszik, de 100% mudi egyéniség vagyok. Ha Majál is, akkor ebugatta a kutyamustra. Idén másodízben rendezte meg a kutyaszépségversenyt a Babits Mihály Kulturális Központ a Prométheusz Parkban május 1-én. Sziasztok, Dorka vagyok, 4 éves Yorkie keverék kutyus. Idén 35 nevezés érkezett a hobbi és keverék kutyaszépségversenyre. A zsűri elsősorban az állat küllemét, a kutyagazdi kapcsolatot, illetve az ebb viselkedését figyelte. Molnár Krisztina fülessel vonult a bírák elé, aki 5 éve a család tagja. Ő egy utcáról befogadott keverékkutya, nem tudjuk, hogy került oda, beköltözött hozzánk, jött, látott, beköltözött. Füles egyébként egy nagyon kedves, aranyos kutya, mindenkit szeret, nagyon szereti a hasát meg a simogatást. Most ez a helyzet már egy kicsit sok neki, ami látszik is, most már eléggé elfáradt. Úgyhogy hát ez nekünk egy kis tanulság, hogy az ilyen kicsit sűrűbb helyzetekhez szoktatni kell. Azért, hogy a keverékkutyákat egy kicsit népszerűsítsük, hogy nem csak a fajta tiszta kutyák tudnak szépek lenni, hanem a keverékek is. És itt most nagyon-nagyon sok szép keverékkutyust láttunk. Aki mondjuk nehezebben mozdul neki otthonról, ha mondjuk lakásba tart kutyát, akkor ugye mindenképp ki kell mennie naponta többször a kutyával, meg ha kertesházba lakik, akkor is többször kell vele mennie, tehát kicsit kimozdítja a gazdit. Meg ha az embernek van egy nehéz napja, hazamegy, megsimogatja, és utána mindjárt elfelejti a problémákat. Porkoláb Zsófi Mangóval indult a megmérettetésen, aki egyébként egy 1 éves beagle és puli keverék. 1 éves, és ő a kutyusom. Nagyon szökös volt, egyszer elszökött bajáig is, Tolnán lakunk vele. És nagyon szeretem. Tavaly is indultunk, hallottuk ismerőstől, és kedvünk lett, és most is jöttünk, csak még egy kutyussal is, még Tinával. Sétálunk, játszunk, tanulunk, tanítom trükkökre. A versenyen ezúttal stábunk egyik négylábú tagja, Pipacs, a drótszűrű magyar vizsla is képviseltette magát. 2 éves drótszűrű magyar vizsla, és mivel elég ritka és sokan megdicsérik és kérdezik, hogy milyen fajta, így úgy gondoltam, hogy érdemes lenne őt benevezni. Pipacs egyébként imádja a gyerekeket, imádja az embereket, imádja a többi kutyát, ő játékos, aportírozni azt megállásig, valamint ha meglátja a vizet, egyből beleugrik. Rábíztatja az embert, hogy mozogjon, máskülönben nagyon jó lelkitársa. Az egésznapos rendezvényen ilyenkor számos helyi és környékbeli hagyományőrző együttes, tánccsoport és sportegyesület települ ki a Prométheusz Parkba. Sok városi eseményen veszünk részt, vagy bemutatózunk a színpadon, vagy pedig standolunk, hogyha van erre lehetőség. Most erre volt lehetőség, én ennek nagyon örülök, mert a bemutatóra való készülés azért elég sok időt vesz el az edzésekből és a versenyre való készülésből. Az is egy jó dolog, szeretik a gyerekek, de ez egy más jellegű, egy kicsit szabadabb. Itt akkor a csapattagok jönnek, mennek, itt töltenek egy pár órát, besegítenek, és gyakorlatilag egész nap itt tudunk lenni. Aki ide jön és érdeklődik, az attól függően, hogy mennyire bátor, ugye általában gyerekek jönnek, kipróbálhat különböző eszközöket. Ő Gyula, őt is meg lehet rugdosni, őt mindig el szoktuk hozni, mert ezt általában nagyon, nagyon szeretik, és a nagyobbaknak is jó, mert azért nagyobb az ellenállása, mint egy célpontnak. Úgyhogy ki lehet itt mindenfélét próbálni, attól függően, hogy mennyire aktív a gyerek, van, aki itt marad egy fél órát is akár. Sziasztok,
Több mint 10 éve alakult a klub, és folyamatosan fejlődünk, mind létszámban, mind edzés számban, illetve az edzések fajtájának tekintetében. Tehát most már egyre többféle csoportot indítottunk, egyre többféle stílussal. Gyakorlatilag van a klasszikus taekwondo, ez ugye egyrészt egy harcművészet, másrészt egy versenysport, és mi magunk is járunk versenyekre. De nem vagyunk egy versenyistáló, tehát itt az van, hogy aki szeretne versenyezni, azt visszük, és azt külön felkészítjük. Aki nem, az gyakorlatilag hobbi szinten, vagy az övizsgákra készülve ez nálunk. Akkor van egy főleg nőkből álló csoportunk, ez egy ilyen body combat jellegű zenés edzés, ez heti egyszer van. Ezen kívül van erőnléti edzésünk, és a kollégám Tamás, akit a háttérben látok, ő önvédelmi oktatást is tart hétvégente. Gyakorlatilag három, de vannak három év alattiak is, mert van egy külön novice csoportunk. Őket általában a tanítványaim szokták edzeni, vagy foglalkoztatni, és onnan egészen 50 pluszos a legidősebb tanítvány. Berlinger Attila igazgató elmondta, hogy a majális a közösségek, családok, baráti társaságok ünnepe. A legfontosabb az volt, hogy mindenki fesztelenül érezze magát a rendezvényen. Nem maradhat el a retro hangulat, az éttermek, a büfék is, ugye sörrel, vízlivel is várják természetesen a Prometheus Parkba érkezőket. Délután is nagyon sok kulturális program lesz, együttesek, zenekarok, helyiek, messzebbről érkezők is ellátogatnak ma hozzánk. 14 órakor egy nagyszerű oldtimer autó bemutató, ezt is nagyon sokan várják, az itt lévők közül már hallottuk korán reggel, és hát este pedig két sztár fellépő szórakoztatja a közönséget, a Desperado és a Cosmix együttest várjuk. Én azt gondolom, garantált a hangulat és a jövő ahhoz, hogy egy nagyszerű napot töltsünk el. A Prometheus Parkban ezúttal sem csak a hagyományos játékeszközök, hanem egy óriás kerék is helyet kapott. Néhány évvel ezelőtt járt már itt ez az óriás kerék a város központjában, és most azt a megállapodást tudtuk a várossal és a vállalkozóval közösen megkötni, hogy ugye egy-két napra nem nagyon lehet egy ilyen hatalmas eszköz felszerelni, leszerelni, egészen a Pünkösdi Fesztivál végéig éppen ezért itt tudjuk a Prometheus Parkban használatra felhasználni. Köszönjük a városnak az ezirányú támogatását. Ahogy említettem, ugye lesz még május folyamán több program itt, tehát nem csak a majális miatt, nem csak a Pünkösdi Fesztivál miatt használható, hanem folyamatosan én szívesen buzdítom az iskolákat, óvodákat, hogyha itt az év vége felé esetleg egy kis szabadtéri programba gondolkodnak, lesz itt látnivaló is érdekesség a Prometheus Parkban és a következő hetekben. Tolna vármegyében Sióagárdon találkoztak az ország bábos társulatai. A rendezvény célja az volt, hogy a résztvevők megmutassák, ez a művészeti ág nem csak gyerekeknek, felnőtteknek is tartogat szórakoztatási lehetőséget. Tolna vármegyében Sióagárdon találkoztak az ország bábos társulatai. A résztvevők maximum 15 perces darabokat adtak elő. Halljátok, ebből lakó! Megszületett a kisfiam! Apuszi, nézd! Édes! Ez a piciket nézd meg! Te Anyuszi, ennek a poronynak három füle van. Hát nem lehet, mert a nyulaknak csak két fülük van. Hét bábcsoport léphetett ma színpadra, és az ország nagyon különböző pontjából, nagyon messziről érkeztek hozzánk a csoportok. Éppen most a létavértesi csoportnak az előadását tekinthetik meg a gyerekek, a kiskakas gyémánt fékrajtszárját mutatják be a színpadon, de voltak kisebb-nagyobb csoportok, duók, duettek, szóló bemutatkozások, általában meséket, népmeséket, versesmeséket dolgoztak fel a pedagógusok, azért, hogy megörvendeztessék nem csak a felnőtt, hanem elsősorban a gyermek közönséget, akik nagyon hálásak, és nagyon nagy tapsal köszönik meg a pedagógusok előadását. Úgy gondoltuk, hogy ha a gyermekek szívesen játszanak színpadon, akkor mi pedagógusok se fogjuk vissza magunkat, és ezzel a művészeti ággal mi is próbálkozunk. Szerencsére vannak felkéréseink, mi most Lázár Ervin Virágszemű című produkcióját hoztuk ide a nagy érdemű elé. Mi kezdtük a fesztivál nyitószámát, és nagyon értő és befogadó közönségre találtunk. Valaki sír az erdőben. Nézzük meg, hogy ki az. Biztos segíteni kell neki. Hogyan már, fussunk inkább haza, hogy esik az eső. De hát, én is félek. Nem muszáj elmennem megnézni, hogy ki az,
valaki segítséget vár. A Magyar Bábjátékos Egyesület a tagjai sorába elsősorban pedagógusokat köszönthet. Az a célunk és a feladatunk, hogy a pedagógusokat segítsük abban, hogy minél erőteljesebben és minél gyakrabban, minél magabiztosabban tudjanak bábjátékkal foglalkozni a gyerekek között. Nem csak úgy, hogy a gyerekek báboznak, tehát nem csak mint bábcsoportvezetők, hanem úgy is, hogy ők maguk alkotnak esetleg felnőttek egy-egy bábcsoportot. Ennek a vagy ezeknek a bábcsoportoknak a munkáit próbálja évi egy alkalommal bemutatni a pedagógus bábjátékos találkozó. Ezen a rendezvényen vagyunk most itt, ezért jöttek el akár 400 kilométerről is, Létavértesről, Sárospatakról pedagógusok, hogy ezeket a kis előadásaikat bemutassák. Ennek azért van nagyon nagy jelentősége, mert a pandémia félbeszakította, vagy megszakította ezt a hagyományt, most próbálunk újraélni, és szeretnénk ezt mostantól így Siolgárdnak köszönve évről évre ismételten megrendezni. Fantasztikus! Hogy lehet, hogy ilyen szélzúgásban és esőben meghallottad, hogy sírtak, és még az utat is meg tudod mutatni? Hát tudod, akinek három füle van, az sok mindent meghal. De szeretnék megszabadulni tőle, mert mindenki csak bánt, meg csúfol miatta. Vigyük vissza a tekintetünket és az akaratunkat, hogy megint éljenek az óvodák, éljenek az iskolák, legyenek benne bábcsoportok, mert a gyerekek szeretnek maguk is játszani. Apránként vissza lehet hozni, és akkor talán kicsit visszafogottabb lesznek a gyerekek. Én reménykedek. Ugye a remény hal meg a legutoljára, de sokáig beszélünk róla, hogy van remény. Beszéljük a reményről és a bábjátékról. Közel 300 nevezés érkezett határon innen és túlról a már hagyományos Fedorka sose volt versnapra. A fiatalok ezúttal is Szekszárdon találkoztak. Autókártyázva meg összevesznek azon, hogy hány köbcenti a henger űrtartalom. Lányvécébe is bejönnek a fiúk, vízzel locsolnak ők, mi meg sikoltozunk. Kiteszik lábukat, benne hasra esünk. Azt mondják, van hajunk, azt mondják, nincs eszünk. 11. alkalommal tartották Szekszárdon a Fedorka sose volt versnapot 7-8 éves korosztály számára. Idén szerbiai, szlovákiai és romániai nevezések is érkeztek. 297 pályázóból a mostani megmérettetésen 89-en vettek részt. A 297 nevezőből szinte feles arányban érkeztek a fiúk és a lányok a versenyünkre, illetve jelentkeztek, és ez azért nagyon jó, mert jellemző volt az a korábbi évekre, hogy inkább lányok mondtak verset, és ők ragaszkodtak ahhoz, hogy a színpadra merjenek állni. Ez a mai világban azt gondolom, hogy nagyon jó, hogy fiúk is vállalkoznak a versmondásra, illetve az előadó művészetre. Ami még különlegessége a mai napnak, hogy minden korcsoportunkban telített a létszám. Tehát régebben az volt a jellemző, hogy a nagyobb korcsoportban kevesebben jelentkeztek, most mind a négy kategóriában, tehát az első, második, harmadik, negyedik kategóriában is 20 fölüliek a versenyzők száma. 7 éves kortól 18 éves korig lehetett nevezni, így azt lehet mondani, hogy az általános iskola első osztályától egészen a középiskola negyedik osztályáig jelentkeztek a fiatalok. A verseny elsődleges célja a hagyományos vers és prózamondó találkozó mellett a klasszikus és kortárs költészet újszerű tolmácsolása, a költészet és a versmondás népszerűsítése, a magyar nyelv tisztaságának és sokszínűségének felvonultatása a költészet által, és a kulturális identitás erősítése. Ami kritérium volt, hogy kortárs versmondótól is, kortárs írótól is mondjanak verset a fiatalok. A másik versük a szabadon választott.
Ez a verseny már mondhatom azt, hogy tavaly szeptember óta folyamatban van és szerveződik, hiszen a fiataloknak kiküldtük szeptemberben a versenyfelhívást, januárig kellett nekik beküldeniük a videós felvételt, amelyből válogattunk. Az emlékév is hozza magával azt, hogy nagyon sokan választották Petőfi műveiből az előadandó verset, és nagyon-nagyon hitelesen tudják képviselni, pedig azért ugye 200 évvel ezelőttről beszélünk. És a kortárs írók között is számos olyan írót választottak a fiatalok, akiket szívesen hallgatok, jó magam is, akár a YouTube csatornán keresztül, vagy olvasok természetesen kötetből. Így szeretném megemlíteni Sohonyai Attilát, Varó Dánielt, Lackfi Jánost, akik így preferáltabbak a fiatalok körében, de hát a klasszikusok közül nem szabad elengednem, hogy megemlítsem Radnótit, Babicsot, Petőfit, Arany Jánost, József Attilát, Pilinszkit, úgyhogy számos olyan művet hallhatunk a mai napon, illetve előadást, amely mindenki kedvére tesz. Hallgat az erdő, kajtat a farkas, kérődzik csendben, s fülel a szarvas. Hopp, most az ordas orrát lenyomja, s fölkapja menten, rálelt a nyomra. Szökken a farkas, megnyúlik teste, szökken, de éppen ez lett a veszte. Roppan a hó, száraz ágrecsen, ágyúlövésként halszik a csendben. A mai verseny kiírása az volt, hogy egy szabadon választott, illetve egy kortárs költőtől kell verset mondani, és én a szabadon választottnál I. és Gyula Tébai menekülő című versét választottam. A kortárs költőnek pedig Bertók László Azt mondják költő művét hoztam álmára. Nagyon közel áll a szívemhez mind a kettő vers, és úgy gondolom ez az egyik legfontosabb dolog egy versmondó versenyen, hogy magával a művel is tudjunk azonosulni. Én már 12. éve mondok verset, és foglalkozom Csizmazi a munkanénivel a Jövő Ígéretes Gyermekei Alapítvány körében. Szeretnék tovább foglalkozni versmondással, és ha bár a gimnáziumot én most befejezem, de az egyetemi éveim alatt is szeretnék tovább versekkel foglalkozni, illetve kacsingatok a színészet felé is. Egy kortárs verset készültem, illetve egy Mésző Miklóssal. Mészőt mondtam korábban is, amit mondok most kortárs, ez egy Simon Márton vers. Őt még nem mondtam sehol, igazából az interneten találtam, megtetszett, tudok vele azonosulni, szeretem a Mészőt, meg ugyanúgy nagyon szeretem. A verseny egész nap tartott és két helyszínen zajlott. A verseny a mai napon úgy zajlik, hogy délelőtt megy ugye a kortárs versek előadása, ezt követi majd egy ebéd, egy rövid szünet, és aztán délután folytatódik a szabadon választott versek előadásával. A zsűriben helyet foglal Szekszárdról Csötönyi László, előadó, közművelődési szakember, Pécsről a Nemzeti Színházból érkezett hozzánk Illés Alexa, a Pécsi Nemzeti Színház színművésze, illetve drámapedagógus. Budapestről érkezett hozzánk a Magyar Versmondók Egyesületének tagja és az első Magyar Versszínház alapítója Wigman Alfréd úr, illetve Rékasi Károlyt köszöntjük körünkben a mai napon, aki Jászberényből érkezett, ugye mindenki tudja, hogy színművész, szinkronszínész. Én kora gyerekkorom óta, de tényleg picurka korom óta a versekkel már találkoztam. Legelőször a Nők Lapja című heti lapban, ami járt édesanyámnak. Ott mindig volt egy, minden utolsó előtti oldalon ott volt egy mese, ami káprázatos dolog volt, és a mesék mellett egy-egy kicsi vers. Ezt nekem édesanyám minden héten megtanított, az aktuális verset, tehát nekem így ivódott a sejtjeimbe már a vers létezése és a vers megtanulása, mint olyan. Tehát nekem az általános iskolában a memoriter az nem volt különlegesség, és nem volt az utálnivaló dolog, mert hiszen édesanyámtól, az egyik legkedvesebb lénytől már kicsi kölyök korom óta ezt kaptam. Valószínűleg ez indukálhatta azt, hogy most jelenleg két emlékműsorral járom az országot. Itt Szekszárdon is előbukkantam nem is olyan nagyon régen a Petőfi Sándor emlékműsorommal. Igen, a versek azok engem csodálatba ejtenek. Becsuktam a könyvet, és csak azt mondtam, rajta repültek, mint a nyíl át a túlsó partra. Mert nem csak szolgáljuk, gazdájuk is voltam.
Ha sírtam is néha, kedvel abrakoltam. De mindez régen volt. Hol van az a két ló? Gazdátlan a kantár, gazdátlan a békjó. Én mindig megcsodálom azokat a fiatalokat, akik a kor jellemzőknek abszolút szembe haladva foglalkoznak versekkel, olvasnak verseket. Tehát nem csak a kötelező megtanulandókkal találkoznak életük során, hanem hajlandók arra, hogy fölüssenek egy könyvet, elolvassanak egy verset, valamiért megtalálják annak a gondolatát, akkor megtanulják a verset. Tehát egyáltalán, akik itt is gyülekeznek, nem korunk népe, nem az általánosan megszokott fiatalok ők attól sokkal többek. Egy, hogy foglalkoznak versekkel. Kettő, hogy mernek kiállni. Azzal, hogy nézd meg engem, zsűri, vagy nézd meg engem, többi résztvevő, nekem ez a gondolatom ezzel a verssel kapcsolatban. Rengeteg felnőttnél sokkal előbbre jutnak, sokkal előbb járnak, csak aztán el ne feledjék ezt a tulajdonságukat, mert hány és hány felnőtt elbújik, hogy rólam nem mondj véleményt, nem, én nem akarok megmutatkozni, nem. Ők pedig kiállnak egy ünnepi alkalommal. Olyan jó volt látni itt, amikor megérkeztem a művelődési házhoz, jöttek a fiatalok, és ünneplőbe felöltözve. Igen, mert ez egy ünnepi alkalom. Minden tiszta és unalmas. A mentő messze rövidte, mint hittem, a sarkon nem balra fordult, mondta apa, hanem az ég felé. Amikor tegnap csattanást hallottam, úgy megörültem, hogy itt a nagy és felrobbantotta a kávéfőzőt. Versmondóként, illetve zsűritagként én máron 10 éve veszek részt ennek a versmondó versenynek a lebonyolításában, és elmondhatom, hogy óriásit fejlődött az elmúlt 10 esztendő során. És hatalmas öröm, és egyben egyébként meglepetés is az ember számára, hogy mondjuk meghirdett Szekszárd, illetve egy Szekszárdi alapítvány egy országos versmondó versenyt, amelyikre mondjuk ebben az esztendőben közel 300 versmondó jelentkezett. Tehát ott tart már ez a verseny igazából a fejlődésében, hogy szűrni kell, és egy első fordulót követően a 300-ból, vagy közel 300-ból 90 versenyzőt hívtak be, illetve hívtak ide Szekszárdra, a Kárpát-medence szinte összes tájáról. Úgyhogy ez a délelőtt itt versünnep Szekszárdon, ez nem csak a kulturális vezetőként, vagy a Szekszárd megyei jogováros kulturális bizottságának az elnökeként melengeti meg a szívemet, hanem versmondóként is, hiszen akik ismernek engem valamennyire, azok tudják, hogy 10 éves koromtól az életem szerves és meghatározó része a vers, a versmondás, illetve a versmondó versenyek szervezése és zsűrizése. A Tamási Pántlika Néptánc Együttes 20 éves fennállását ünnepli idén. Ez alkalommal számos programmal készülnek a nagy közönség számára. A hagyományápolás kiemelt feladatuk, így nem maradt el idén sem a májusfa állítás, amit egy népviseleti bemutató követett. A sárpilisi, decsi, bogyiszlói és hőgyészi hagyományápoló csoportok közreműködésével. Zöld pántlika, könnyű gúnya. Ezt a címet viselte az a rendezvény, amelyet a 20 éves Pántlika Néptánc Együttes rendezett meg Tamásiban. Az ilyen alkalmak összekötik, közösségé kovácsolják az együttes különböző korcsoportjait szülőkön, nagyszülőkön keresztül a különböző generációkat. Az első májusfát 2010-ben állították a néptáncos fiúk az együttes lányainak. Ez a májusfaállítás kicsit eltér a hagyományostól annyiban, hogy nem a házaknál állítják a lányoknak a fát, hanem egy fa kerül feldíszítésre a művelődési központ előtt. Kreppapír helyett sejemszalagokat kötnek a fiúk a fára, amelyekből a kitáncoláskor minden pántlikás lány kap egyet emlékül. Az összehangolt munkának köszönhetően egy hatalmas fa hirdeti a város központjában, hogy itt bizony fontosak a hagyományok. Ezért is döntöttek úgy, hogy a rendezvény folytatásaként egy népviseleti bemutatón keresztül mutatják meg vendégeiknek a környék viseleteit. Hívtunk baráti tánccsoportokat, vendégeket Decsről, Sárpilisről, Sióalgárdról, illetve a saját táncegyüttesünk táncait és a viselettárunk viseleteit szeretnénk bemutatni. Természetesen elsősorban a saját területünket, a kaposkoppány mente viseletét. Hívtunk Páriból és Belecskából is sváb viseletet bemutatókat. A viselet bemutató úgy fog kinézni tulajdonképpen, mint egy divat bemutató.
falvanként vagy tájegységenként fognak felvonulni a gyönyörű viseletbe öltözött lányok, asszonyok, kisfiúk, férfiak, és mindegyikről egy rövid ismertetőt fogunk mondani. Néhány között tánc is lesz, hogy a ruhát ilyen formában is lássuk. A népviseletek ma már csak egy-egy rendezvényen kerülnek elő. A hagyományőrző csoportoknak ezért is van nagyon fontos szerepe abban, hogy minél több lehetőséget megragadjanak annak érdekében, hogy megmutassák a hagyományos viseleteket. A pántlikások rendezvényén az ünnepi alkalmakkor előkerült ruhadarabokat mutatták be az érdeklődőknek. És az utóbbi években azt tapasztalom, hogy a bársony, hímzett kötény, mellényes viselet helyett kezdik előszedni a szekrény mélyéből a régi brokátokat, a régi bársonyokat, és én ennek nagyon-nagyon örülök, mert ez volt az igazi. Ezek a viseletek Isten igazából csak templomba járós viseletek voltak, ebben nem táncoltak a színpadon, illetve bálba, hiszen akkor nem volt még színpadon a tánc. De mi szeretnénk nyilván minden falu, minden tájegység a legszebb viseletét szeretné bemutatni, és így tulajdonképpen ezek a régi ruhák újra életet kapnak, újra színpadra kerülnek, és újra láthatjuk őket. Nagyon sok eredeti 80-100 éves viseletet lehet ma itt látni. A Műveledési Központ aulája megtelt érdeklődőkkel, a népviseletbe öltözöttek, pedig mintegy divat bemutatón úgy vonultak a közönség elé. A narrátor minden egyes ruhadarabról elmondta a jellegzetességét, ezáltal minden érdeklődő jobban megismerhette a tájegységek ünnepi viseleteit. A fiatal menyecske különleges színű és mintájú ruhájához színben harmonizáló fejcsipkét és finom díszítésű cintányéros pildét viselett. Többek között azt is megtudhatták, hogy Ozorán a leggyakoribb viselet a bársonyszoknya volt. Ezen felül persze az összes viseletet ruhadarabról ruhadarabra mutatta be a narrátor. A közönség nagy tapssal jutalmazta, a szebbnél-szebb öltözetet magukra öltöttek felvonulását. A tájegységek viseleti bemutatója végén egy-egy arra vidékre jellemző táncot is megmutattak az érdeklődők számára. A Tamási Pántlika Néptánc Együttes következő rendezvénye a Májfa kitáncolás lesz május 28-án a Városi Gyermeknap keretében. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!